Most következő összefoglalónkban az éttermek által kínált ételeket vettük sorra, libát is tereltünk, és táncos produkciókat is néztünk, valamint koncerteztünk is. Mindent megmutatunk. Odakint szakadó eső és hideg, a sátorban fesztiválozó emberek, forró ételek, remek programok. Rövid jellemzés a 6. mártonnapi Libalakomáról, ami a fesztivál sorozat utolsó programja. Terepszemléztem, majd megállapítottam, a rossz idő sem tántoríthatja el az embereket egy háromnapos fesztiváltól. Elállt az eső most éppen. Nagyon sokan jöttek ki, annak ellenére, hogy most már hideg van, és folyamatosan esik az eső. Bent a sátorban azonban nagyon jó a kedv, a hangulat, és folyamatosan váltják egymást a produkciók a színpadon. Természetesen azokat is meg fogom mutatni, de előtte jöjjenek a lakomák. Látványában is, illetve illatukban is impozáns ételek vannak a Mátyás Király Gyógy és Wellness Hotel standjánál. Miket ehetnek az itt válogató vendégek? Nyilván, mivel Márton napról beszélünk, tehát azért fő hangsúlyt a liba ételekre fektettük, de azért vannak mellette olyan standard fesztivál ételek, amik szerintem elhagyhatatlanok és nagyon sokan szeretik. Ilyen itt mindjárt, ami előttünk is van, a főtt, füstölt, grillezett csülök. Levesekben van egy libanyak levesünk, reszelt tésztával, egy csülkös babgulyásunk, illetve egy erdei gombás zúzapörköltünk, amit egy kicsit próbáltuk megbolondítani a standard zúzapörköltet egy kis erdei gombás ízzel, ami így az őszhöz szerintem abszolút hozzákapcsolható, és egy plusz ízvilágot biztosít a pörköltnek. Köretekbe ugye a forgatott burgonya, ami elhagyhatatlan. Évek óta egyik nagy slágerételünk a zöld fűszeres liba máj, amit itt most épp a kolléganő kavargat, nagyon nagy sikernek örvend. És akkor grillezett zöldség, éppen egy üres tepsit látunk, amiben ugye a lepcsánka készül folyamatosan, nagyon szeretik köretnek, bármihez, akár a zöldfűszeres libamájhoz is egy kiváló köret. A bajorkáposzta, amit, hogyha valaki egy kicsit a savanyú bízvilágot szereti, tehát ez egy dinsztelt savanyú káposzta szalonnakockával, akár a libacombhoz is fogyaszthatja, csülökhöz, bármilyen húshoz. Libacombnál van egy a standard, a fokhagymás libacombunk, illetve mellette a pirosabbik, ami egy füstölt libacomb, és még pluszban meg van sütve. Nagyon-nagyon szeretik, ahhoz készültünk egy nagyon hozzápasszoló köretel, a sólettel, illetve hát a libacombhoz ugye elmaradhatatlan a párolt lilakáposzta a burgonyával köretként, akkor van egy dödöllink ott a cserépedényben, amit akár a pörkölthöz, de akár a libacombhoz is nagyon szeretnek fogyasztani. Hány kilóval, hány libacombbal készültetek? Körülbelül 500 kiló libacombbal, mivel ezek a libacombok általában olyan 400-450 grammosak, tehát akkor ezt ki lehet számolni, több mint 1000 darab libacombbal készültünk. Ennek egy nagyon kis hányada, ami füstölve készült, a zöme az ez a fokhagymás libacomb. Kettő közül melyik fogy jobban? Azért a standard libacombot szereti mindenki, hiszen az egy jóval omlósabb. A füstölt libacomb azért egy szárazabb, húsosabb étel, pont ez miatt, a füst miatt egy kicsit sűrűbb. Tehát itt az omlós füstölt, vagy fokhagymás libacomb az, amit nagyon-nagyon szeretnek. A másik nagy sláger pedig ez a zöldfűszeres libamáj, amit nagyon sokan kedvelnek. És ha mindez nem lenne elég, van nálatok egy különleges liba alakú, liba formájú kis habos sütemény. Mit lehet erről tudni? Igazából ő egy képviselőfánk, tehát így ismeri inkább mindenki, és mi ezt próbáltuk egy kicsit a fesztivál jellegéhez formálni, ezért ő lett egy gőgös gúnárnak nevezett sütemény, ami tehát egy ilyen liba formájú képviselőfánk, illetve hát mellette látható a lúdláptorta, szintén passzol a rendezvényhez. A másik két süteményünk, illetve még itt van egy tepertős pogácsánk is, az pedig inkább a kedveltsége miatt hoztuk ki. Az egyik egy szatmári rétes, ami ugye egy szilva lekvárral, túróval készült rétes, és a rákóczi túrós, ami nagyon jól fogy, és hát ugye a libatöpörtös pogácsa, amit még nagyon szeretnek, főleg így az este folyamán így egy borhoz, sörhöz nagyon szívesen mazsolázgatnak belőle. És hát italokban is ugye a forralt bor, aszalt szilvával készültünk nagyon finom forró csokival, amit különböző ízesítésben lehet megkóstolni, tehát van
szintén az őszhöz illeszkedve mézes kalácsos, gesztenyés, illetve sütőtökös ízesítésbe forró csoki, ami így ebbe a zord időjárásba egy nagyon jó lélekmelegítő ital. A kemencés csára kínálatában egy igazi különlegességet találtunk. Liba pástétomot láthatnak itt a tányérom, és most beszélgessünk erről az ételről, hogy készül, miket tartalmaz, és így az eddigiek alapján mennyire szeretik az emberek. Szerencsére nagyon kapós, úgyhogy nagyon sokat eladtunk belőle. Az elkészítése pedig egy sós piskóta, ami egy kis fűszerrel még meg van bolondítva, egy kis kakukkfű, egy nagyon kevés konyak, és rendesen úgy készítjük el, mint egy rendes piskótát. A libapástétom, az pedig az egész libát megfőzzük húslevesnek, majd leszedjük a csontjáról, és libamáj konfitálva, azaz zsírjával teljesen felöntve szépen lassan megsül, és a liba húsával együtt a libát ledaráljuk, nagyon finom kis apró lyukú darálón, ezt szintén fűszerezzük, só, bors, konyak, tejszín, kakukkfű, egy nagyon pici majoranna, és a libamájjal az egészet összedolgozzuk. Ez rá van szépen egyengetve a piskóta tetejére, majd az egészet egy borzselével öntjük le, ami egy nagyon finom tokai borból készül. Első alkalommal hozták ezt a fesztiválra. Miért jött ez az újdonság? Szerettünk volna valami olyannal rukkolni, ami máshol nincs, különlegesség, és ezért az embereknek újdonságot árulni, kínálni. És hogyha itt tovább megyünk, illetve tovább nézzük, ugye nem maradhatnak el a libás ételek, mik vannak még az asztalokon? Van fokhagymás libaszánytő, egy saját fűszerkeverékkel készített libacomb, libamell vadasam, zsemlegombóccal, ami megint egy olyan dolog, amit szerintem itt a fesztiválon más nem árul. És ez is konfitálással készül a libamell, ez is be van pácolva, be van fűszerezve, és egy hagyományos zsemlegombóccal készül, ami a libazsírral a hagymát megpároljuk, és már eleve a libazsíros íz is benne van a gombócba. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mi az abszolút kedvenc? Az abszolút kedvenc a kakastöke pörkölt. Ez az abszolút kedvenc. Amikor a fesztiválon kihozzuk, és hát ebből rengeteg, nagyon-nagyon sok elmegy. Ugye most a Liba fesztiválon, vagy a Liba napokon nagyon kelendő volt a libáskása, a ludaskása. Meglepődtünk, mert nem hittük volna, hogy az emberek ennyire igénylik és szeretik, úgyhogy örülünk neki. A Lorena étterem is nagyon sok finom étellel készült. Mikkel pontosan? Hát a libacomb az ilyenkor azt gondolom, hogy mellőzhetetlen. Tehát kétféle formátumban készültünk, füstölve és sütve. Jelenleg a füstölt az annyira közkedvelt volt tegnap este folyamán, hál' Istennek, hogy egy olyan 100 darabbal készültünk körülbelül, és ez a 8 darab van még, amit el tudunk adni így a mai nap folyamán. Nyilván a sült libacomból nagyobb darabszámmal készültünk, mert az mindig kedveltebb, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Igazából inkább a füstölt az lehet, hogy sok idősebbnek kicsit a gyomrát megnyomja, de nagyon finom és nagyon különleges, én azt gondolom, ezért is volt ilyen kelendő. Hát libából még ugye a ludaskása az, amit én azt gondolok, hogy egy ilyen fesztiválon nem szabad elengednünk, tehát azt nagyon szeretik és kedvelik a vendégek. Nyilván a ludaskása az árérték arányban is sokkal megfizethetőbb, mint egy libacomb vagy libamáj. Talán ez is köszönhető annak, hogy kedveltebb. Készültünk libazuzával, libagulyással, illetve azokkal az ételekkel is, amit hanem hál' Istennek ugye nem lehet mellőzni egy fesztiválon sem. Tehát a csülök, a kolbász és a fesztivál burgonya és a hölgyeknek a csirkemellnek azt gondolom, hogy itt kell lennie mindig. A Hungaros Paterman Hotel standjánál én magam is, hadd mondjam így, üsthöz közel kerültem. Éppen a későbbi ebédünk készült. Mi ez az étel, amit készítesz most? Most egy tejszínes, sajttal összesütött libahúsos gnocsit fogunk készíteni, ami libacomból készül, burgonyagombóccal, tejszínnel és sajttal összesütve.
Honnan jött az, hogy ezt most kihozzátok erre a fesztiválra? Hát Isten igazából egy ilyen hirtelen jött ötlet, így fejbe született ez meg. Mekkora az igény rá? Mennyire veszik az emberek? Akik szeretik esetleg egy kicsit különlegesebb, nem a hagyományos magyaros konyhát, akkor ők megkóstolják, de sajnos a magyar emberek nem nagyon nyitottak még ezekre az ételekre, de azért igyekszünk minden fesztiválra hozni valami ilyesmit, hogy mégis azért legyen. Az eddig ugye több étel is látható itt nyilván, mert hogy ti is sok mindennel készültetek. Addig, amíg készül ez a hús, beszélgessünk arról, hogy miket hoztatok még erre a fesztiválra. Ezen kívül hoztunk még libagiroszt, ami nem a szokásos, hagyományos magyaros konyhához tartozik. A sült libacom természetesen itt van, libacomból készítettünk egy palóclevest, zuzapörköltet készítettünk, zsírjában sült libamájat konfitálva, akkor libatepertőt hoztunk, simán libazsírt, körülbelül. Van-e valamelyik olyan étel, aminek az igénye kiemelkedik a többi közül, amit a legtöbben keresnek, vagy ami elmaradhatatlan? A libacomb. Az azt gondolom, hogy egy ilyen fesztiválhoz hozzá is tartozik, hogy az legyen, de én úgy gondolom, hogy az is az, ami leginkább, hogy mindenhol. Figyeltek rám? Ő pedig a díjazásos libaterelő verseny főszereplője. A megméretetést azt teljesítette sikerrel, aki az elkerített terület mind a négy sarkába el tudta terelni a libát. Van itt minden, mint egy igazi vásárban, ahogy szokták mondani. A verseny egyik résztvevőjével beszélgettem. Te is részt vettél a libaterelő versenyen. Honnan jött a kedved hozzá? Hát onnan, hogy nem... hogy múlt évben nem mentem, és megbántam, ezért jövő évre jöttem, és tetszett. És visszajöttök jövőre is? Jövünk hát. És azoknak, akik nem vettek még részt ezen a versenyen, mit tudnál tanácsolni? Mi a jó technika? Hát sok szerencsét kívánni nekik, és az a jó technika, hogy, hogyha leül, felemeled, le, és utána meg bottal kicsit meg, megütögeted, és akkor már megy. Ételek balról, ételek jobbról, és ételek nagyon sok ember tányérjában, hátul pedig a bulizó tömeg. Fokhagymás, libacombat, finom volt, itt vettük. Messziről vagyunk, 10. alkalommal vagyunk itt. A felén biztos voltunk, mert így szervezzük erre az időpontra a pihenésünket. Mit fogyasz? Ott van, nézze meg, nem tudom. Csirkecomb, nem csirke, bocsánat. Libacombot eszek, krumplit, nagyon finomat, hum vagytok. És mit eszek még? Taroskáposztát. Ezek az elmaradhatatlan ételek? Ezek, amit most kívánok. Mert gyerekkel vagyok, és kell. Tessék megmutatni. Ezt a kis mici-mici. Fellépett többek között a Kovács Máté Művelődési Központ és a Feeling Tánc Stúdió Mazsorett csoportja, akik visszahozták a nyár hangulatát és színeit. Sztárvendégként Fenyő Miklós adott koncertet, aki csak olykor-olykor tudott elvonatkoztatni kameránktól. Mindenki jól érezte magát, a közönség óriásira duzzadt, táncosai pezsegtek, az emberek éneke pedig messzire vitte az örök zöld slágerek dallamait. A napot Dévényi Tibor zárta retro partijával. És még hátra volt a vasárnap. Az időjárás meglehetősen változékony volt a mártonnapi libalakomán. Forgattunk napsütésben, forgattunk szakadó esőben, és forgattunk hidegben. Azonban az érdeklődés nem volt változékony. Nagyon sokan jöttek el, és nagyon sokan látogattak ki erre a három napra. Krampakulés van,
Az ilyen asszalszívás rumos vörös volt. Asszalszívával, fahéjjal, ánizsal. Utána jártunk az italfogyasztásnak. Elsősorban most pénteken elég jó időnk volt, és a forró bor egy kicsit háttérbe szorult, és hamarabb a Mártonnak végett, az új bor volt kelendő. Mi például magunkkal kétfajta rozét hoztunk, ami már az idei termés, és hamarabb ittak fröccset az emberek, mint sem forralt bort. A fesztivál ételének győzteseként a Hungaroszpa Termel Hotel került ki Liba girosztával. Az évnek ez volt az utolsó fesztiválja. Várjuk a következő szezont!